Szóval, és onnan mentünk Tegóba. Rőzer Orsolya Melindaként járta meg Dél-Koreát az elmúlt napokban. A villámlátogatás neki és vele együtt a többi szólistának utazással együtt mindössze 5 napig tartott. Volt egy 24 órás utunk, fárasztó volt. Egyik este érkeztünk, aludtunk, és akkor úgy volt 3 nap, hogy a 3. nap estején viszont elindultunk hazafele. A Budapesttől 8000 kilométerre fekvő Tegu 2,5 millió lakosával a 4. legnagyobb város Dél-Koreában. A Magyar Állami Operaház vendégszereplését a két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulójára időzítették. Bangban szerepét László Boldizsár énekelte, Melindát Rőzer Orsolya, Gertrudot Komlósi Ildikó, aki már nem először járt ebben a távoli operaházban. Én a berliniekkel kint voltam szeptemberben, bár megfogadtam, hogy soha többet nem megyek, esküszöm, megesküdtem mindenre. Erre föl most megint elmentem. Rettenetesen fárasztó, sokat kivesz belőled, és maga az előadás. Az egy csoda volt. Megszületett az, amitől az embernek föláll a szőre. És ez annyira jó, ezért már azt mondtam, hogy na kész, már megint megérte, hogy eljöttem. A plusz 6 óra időeltolódást idejük sem volt megszokni. Arra nincs időd, se átállás, se semmi. Adrenalin működik, még próbálsz, és adsz. Ennyi. Másnap fölkeltünk, próbáltunk, 3:30-tól 5-ig, 7-től 10-ig. Frappánsak voltunk, jók voltunk, el voltunk ájulva a kóruson, és el voltunk ájulva tulajdonképpen hát a zenészeken is. Pistiék nagyszerű munkát végeztek. Dénes Pista művész úrról beszélek. Vagyis Dénes István karmesterről, aki viszont az énekkar és a zenekar szólamvezetőivel együtt már jó 10 nappal korábban kiutazott. Az ő dolguk volt ugyanis, hogy betanítsák a koreai zenészeknek és énekkari énekeseknek az egész darabot, mire a szólisták megérkeznek. Először is imádták őket. Szóval azt az imádatot szerintem itthon nem kapják meg. Nem tudom, lehet, hogy Dénes Pista kiköltözik. Imádták. Tehát el tudod képzelni azt, hogy mint az Istenre úgy néztek rá. De hát fantasztikus is volt. Szóval vitte az egészet, felszívta magát, és egyszerűen az, mindenkit így átkarolva vitte, és a zene vezette az egészet. A kórus kiválóan vette a magyar nyelv kiejtési nehézségeit is. Szinte teljesen felismerhető volt végig a szövegkiejtés. Egy-egy hosszabb vagy rövidebb magán vagy mással hangzó az, de szerintem ez részletkérdés, nem igazán zavaró, ők nagyon jók voltak. Persze a belső átélés az nem lehet ugyanaz, mint egy magyar kórusnak, de szerintem nagyon-nagyon jól megoldották a feladatot, mert biztos nagyon nehéz volt nekik. A zenekarnak talán azt hiszem, hogy még nehezebb volt. Hát ezt a fajta zenét, ami igencsak magyaros, igencsak sajátságos, és ugye hozzátartozik Magyarországon a belső érzelmi töltet is hozzá, az ott számukra idegen, és azt nem lehet megtanulni. A feszített program mellett városnézésre ezúttal nem nagyon volt idő. A művészek inkább csak felülről szemlélték meg a környéket. Szia! Mosolyogjátok! Hello! Ez egy ilyen kis lanovka volt, ami fölvitt minket a hegytetőre. Ott tulajdonképpen 2 kilátó volt, és az egész város, ez a Tegu nevezetű város, tulajdonképpen egy völgy, amiket hegyek vesznek körbe, és onnan abszolút tökéletesen lehetett látni egy vastag smog felhőt a város fölött, és kifejezetten lehetett érezni, amikor fölértünk, hogy végre levegőhöz jutottunk. A két társulat együttműködési megállapodása alapján, ahogy a magyar társulat kivitt Dél-Koreába egy magyar operát, ugye a közeljövőben a Tegui Operaház művészei jönnek majd hozzánk, hogy hasonló koprodukcióban mutassanak majd be egy koreai darabot.